Sziasztok! Folytatódik az Európa Liga csoportköre, így folytatjuk mi is a podcast sorozatunkat. Mivel csak a Ferencváros van lábon a magyar csapatok közül, így értem szerint most már csak velük fogunk foglalkozni. És hát egyelőre nem állnak túlságosan jól a csoportban, miután három forduló után nulla pont a helyzet. Igazából a meccsek képe alapján ez lehetne jobb is, de valljuk be, hogy a meccsek alapján pedig mindhárom csapat erősebbnek bizonyult. És most mielőtt belvágunk itt a Celtic meccs visszavágójába, először azt hiszem, hogy féltávnál kicsit nézzük is meg, hogy a Ferencváros eddigi teljesítményét hogyan osztályozzuk. Robi, köszöntelek itt újra. Mi eddig így a véleményed, a benyomásod az elmúlt három mérkőzésről? Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót! Hát igazából most összevetve az elmúlt három meccsünket itt az Európa Ligában, nekem keserű a számíze ezzel a nulla ponttal. Én azért az ősz elején, látva a Slavia Praha, illetve a Young Boys elleni mérkőzéseinket, ahol azért, hogy mondjam, elég durván partiban voltunk erősebb csapatok ellen, ugye a Szláviát kiütötte a Fradi, ami óriási nagy szó volt. A Young Boys ellen is én azt mondom, hogy kétszer kikaptak ugyan 3-2-re, de volt potenciál a játékban. Találunk három meccs után, hogy nulla pont van a Leverkusen Betis Celtic trió követően. Az előző podcastünkben ugye a Leverkusen, illetve a Betis elleni vereségnél én azt mondtam, hogy azért ebben a csoportban jelenleg harmadik legerősebbnek talán tartató Celtic ellen, én azt mondtam, hogy akár még idegenben is lehetne esélyünk, hogy megszerezzük az első pontjainkat, vagy pontunkat, kiindulva abból ugyebár, hogy tavaly azért nagy meglepetésre a BL selejtező körben sikerült a Celtic Parkban 2-1-re nyerni, ehhez képest ott is 2-0-ra alul maradtunk, teljesen más közegben persze, mert itt most már 50 ezer skót előtt kellett játszani, illetve hát ugye a Celticnek volt mit javítania, mert egy 0-4-es Leverkusen elleni vereségből jöttek így a nemzetközi porondon a Fradi ellen ki újra a gyepre. Minden esetre én azt mondom, hogy bár sajnos nem láttam a meccset, mert ugye révén egy olyan lehetetlen időpontban rendezték meg kedden délután 4:30-kor, amikor nagyon-nagyon nehéz, mit tudom én, olyan embereknek, akik munkában vannak, mert talán még iskolában, stb. Lekövetni ezt. Tehát nem láttam a meccset, de ennek ellenére én csalódott vagyok. Nem tudom, te hogy vagy vele, láttad a meccset, milyen képet szűrtél le róla, mennyire volt partiban a Fradi, mert megmondom őszintén, én összefoglalót láttam csak utólag. Nyilvánvalóan ez a kedd után fél öt, ez nem volt egy túl munkavállaló barát időpont, így én is csak így kb. Felszámmal tudtam nézni. De még egy kicsit visszafordulnék igazából az első kérdésemhez, mert valami eszembe jutott, amiközben itt beszélt az elmúlt három találkozóról. Szurkolói fórumokon tök gyakran feljön, hogy ugye Rebrov és Stöger összehasonlítása, és én ilyen teljesen különböző véleményeket szoktam itt olvasgatni, és én is kicsit nehezen tudom ezt magamban helyre rakni, hogy szerinted, hogyha most még mindig Rebrov lenne itt ebben az évben, ebben a csoportkörben, és a tavalyi Fradi, akkor több pontot szereztek volna, mint nulla? Ez teljesen csak így szubjektíven gondolom, mert én inkább amellett vagyok, hogy igen. Nekem a tavalyi Fradi egy kicsit komplettebb volt, de ugye erről már évvel is beszéltünk, hogy Stögernek idő kell. Most már azért ezt a találkozót novemberben fogják játszani, tehát azért most már Stöger is itt van 4 hónapja. Jöttek igazolások, azért kicsit a keretet tudta alakítgatni, tehát én azt mondom, hogy most már azért az ő keze munkája van ebben a csapatban, de igazából én úgy van egy olyan érzésem, hogy ezekből a meccsekből, amik ilyen nagyon szorosan alakultak, Stöger mindegyiket kb. Veszesen hagyta el, kivéve talán a Slavia Praha ellenit, de azért ott eléggé volt egy ilyen mák faktor is a Fradi továbbjutásába. Rebrovnál pedig azért voltak olyan meccsek, amik ilyen nagyon közelek voltak, és legalább pontot tudtak szerezni, vagy éppen a Celtic otthonában tavaly a BL selejtezőben győzelmet is arattak. Szóval neked így a két edző és a két játékos állomány összehasonlítása alapján mi az érzésed, hogy ez a Fradi a tavalyhoz képest erősebb, gyengébb, vagy nagyjából ugyanolyan? Hú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert én is gondolkodtam pont a podcast előtt itt nézegetve a Fradi
eredményeit, és nem csak az nemzetközi kupaporondon, hanem így a bajnokságban is elég érdekes, hogy például Rebrov alatt nem igazán láthattunk olyat, hogy mondjuk kis túlzással természetesen válogatott szünet is volt, de hogy majd egy hónapja tétmeccsen nyeretlen a Fradi, tehát most a bajnokság, vagy a kupában a Tököl ellen hétközben rúgtak egy hetest, de hogyha azt megnézzük előtte MTK ellen egy 0-0, a Celtic-től kikaptak, 2-0-ra azelőtt a Zalaegerszegtől hazai pályán, idén már másodszor banadtak alul, ugye a Kisvárda is nyerni tudott az Üllői úton 1-2-re. Ahogy mondtad, a nemzetközi porondon is igazából gyakorlatilag most vereséget vereségre halmoz a csapat, holott Rebrov ellen azért, vagy Rebrov alatt azért számos bravúrt be tudtak mutatni, illetve nem is emlékszem, arra is emlékszem, hogy talán Rebrov alatt egy olyan sorozatot is produkáltak, hogy valami idegenben, valami félelmetes módon nagyon sokáig nem kaptak ki, nem tudom hány sorozatot, vagy meccses veretlenségi szériát hoztak össze idegenben a nemzetközi porondon. És ugyanakkor meg van benne, tehát hogy mondjam, nekem is megvan ez az érzésem, ami benned, hogy talán Rebrov alatt kompaktabb volt ez a Fradi, egy kicsit masszívabb gárda volt, eredményesebb gárda volt, mint Stöger alatt, de ugyanakkor most, hogyha a nemzetközi kupaporondot vesszük, azért lássuk be, hogy Rebrov alatt például a BL benetelésnél és a többi teljesen más lebonyolítási rendszer volt, például, hogy üres lelátók előtt egy meccsen dőlt el a továbbjutás, és szerintem azért, hogy mondjam, a Szlávia és a ellen azért még kijött a lépés, igen, bár láttuk azt, hogy Csehországban eléggé beszögeztek minket a kapuba is, és hála Istennek meg tudtuk őrizni a hazai pályán kiharcolt előnyünket. A Young Boys ellen már alul maradtunk, két meccsen, két vereséggel, nagyon nehéz kérdésnek. Bennem is hasonló, mondom összegezve ez, ami benned, hogy én is azt érzem, hogy Rebrov alatt tényleg egy komolyabb, nemzetközi szinten is komolyabb Fradi volt. Nem tudom, igazából nem, én sem vagyok úgy elragadtatva ettől a produktumtól. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem Stöger alatt én szerintem is gyengült ez a Ferencváros, és hangsúlyozom, nem csak azért mondom, mert jelenleg három meccs után nulla ponttal vagyunk az Európa Ligába, így a hazai bajnokságot is figyelembe véve azt mondom, hogy nem olyan erős ez a Fradi dominancia, mint mondjuk tavaly ilyenkor. És hogyha csak egy pillanatra így kitekintünk az NB1-be, szerinted van olyan csapat a hazai bajnokságban, aki fogja tudni veszélyeztetni a Fradi idei bajnoki címét? Hát paradox, amit mondok, de ennek ellenére szerintem nem. Tehát hosszú távon azért ennek a Fradinak van egy olyan játékos állománya, ami a magyar, illetve egy klub politikája, ami a jelenleg azt mondom, hogy egyedülálló a magyar klubfociban. Óriási különbség van a többi csapathoz képest, és ezt ki fogja tudni használni hosszú távon a Ferencváros, pláne akkor, ha ne adj úristen, az Európa Ligából a csoportkörből még a harmadik helyet sem sikerül esetleg megfogni, amire most akárhogy nézzük, azért reális szansunk van. Valószínűleg ez el is fog dőlni a jövő héten a Celtic elleni visszavágón, mert ha ott is esetleg az Üllői úton kikapunk, akkor szerintem itt már a nemzetközi kupaszereplésnek jó eséllyel búcsút is inthetünk, és hogyha ez így alakul, akkor én azt mondom, hogy tavasszal ez a Ferencváros csak a bajnokságra koncentrálva meg fogja nyerni a bajnokságot, tehát most ha megnézem hirtelen, azt hiszem a Kisvárda a második, hát most nem akarom lebecsülni itt a Kisvárdát, de én úgy érzem, hogy már most a Szabolcsi kis csapat ember felett itt teljesít, a videótont, vagyis a Fehérvárt láthatjuk azt, hogy Szabics alatt messze nem úgy tud teljesíteni. Nem hiszem, hogy van olyan csapat, aki tényleg reálisan, ha csak nem a Puskás Akadémia, talán még a Puskásba látnám azt a potenciált, hogy esetleg kiélezettebbé tudná tenni ezt a párharcot, vagy a bajnokságot, de jelen pillanatban én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy gyengült az a Fradi, szerintem tavalyhoz képest az idei bajnoki címe nem fog. Érdekes amúgy ez az egész, mert ugye semleges szurkolóként, és igazából annak kell szurkolnunk, hogy ugye a Fradi legyen a bajnok. Mert ugye most jelenleg csak nekik van
úgymond normális koeficiensük, egy olyan Így van. koeficiens, amivel az első két körben, mint láthatjuk, ma ugye kiemeltek tudnak lenni, és ott azért nem kaptak Így van. annyira erős csapatokat. Még ugye említetted itt a Vidit, meg a Puskás, mint ugye a második és harmadik leggazdagabb magyar csapatot, hát láthattuk, hogy nekik akár ezek a nem kiemelt ellenfelek is leküzdhetetlen akadályként minősülnek néha. Igen. Lásd elmúlt évek. Tehát igazából ez nehéz, tehát így én is, mint semleges, azt mondom, hogy szerintem se fogja a Fradit igazából senki sem meggátolni, és igazából úgy, mint semleges szurkoló, azt kell mondom, hogy ez nekem jó hír, mert azért azt láthatjuk, hogy kb. Akárki lehetne a vezetőedző, hogyha ezt a klub koncepciót azért így életbe tudják tartani, akkor azért láthatjuk, hogy az első két körből simán tovább mennek, onnantól meg ugye már biztos az Európai Konferencia Liga legalább. Tehát Igen, érdekes. ez így van, viszont van ennek egy óriási nagy hátránya is, amiről már szerintem korábban is beszélgettünk, és ezért ezzel a véleménnyel találkoztam is, hogy hogy mondjam, semleges szurkolók meg a magyar foci szempontjából jó, hogy a Fradinak most ilyen magas, a magyar szempont csapatokhoz mérten magas koeficiense van, és tényleg annak érdemes szurkolni, hogy ők jussanak ki, mert akkor garantált az, hogy akár egy konferencialiga könnyedén meg lehet, viszont szerintem az a hátránya is ebben, hogy olyan szinten nincs rivalizálás jelen pillanatban a magyar klubfociban a Fradival szemben, hogy gyakorlatilag akkor találkoznak igazi irammal, meg hogy mondjam, technikás focival, amikor kijutnak a nemzetközi polontra, és ott, hogy mondjam, mint hogyha nincs meg az a rutin, nincs meg az a rivalizálás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezt összehasonlítva, vagy kifejezzem magam, gondoljunk bele abba, hogy 2 hete a Celtic Parkban 50 ezeres kót előtt játszottak, most szerdán meg tökölön, mit tudom én, 3 ezer megyei pályán. Tehát, hogy azért egy profi labdarúgónak szerintem arra lenne szüksége, hogy a hazai környezetben is legyen legalább egy olyan rivális, mint mondjuk Skóciában a Celticnek a Rangers, akik tényleg veszélyt jelenthetnek, és itt van például a hátrány annak, hogy a Fehérvárnál tényleg ott van az, hogy gazdag csapat, stb., és mégis most az utóbbi 1-2 évben tökre középcsapattá irányodtak, és szerintem pedig a Fradinak szüksége lenne egy hazai nagy riválisra, akik, hogy mondjam, bennük tartják a tüzet, kiélezett bajnokság van, nem az, hogy mit tudom én, a fél időben bajnok a Fradi, és akkor utána ellötyögnek, aztán a nemzetközi porondon meg lehet látni azt, hogy hát gyakorlatilag az a dominancia, amit itthon megszoktunk tőlük, az sehol nincs. Tehát én ezért mondom visszamenőleg, hogy kicsit nekem csalódás ez az egész Európa Liga, mert én azért bíztam benne, hogyha nem is, hogy mondjam, nyerjük meg a csoportot, vagy második helyen leszünk, de itt már olyan csapatok vannak, hogy mondjam, nem BL szintű elit csapatok, akik ellen azért tényleg azt vártam, hogy hátha 1-2 pontot összehozunk, és akkor rutin szedünk, eddig úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen vergődés, ilyen csalódás. Na, mindenképpen is, ugye itt az a nagy kérdés még Stögerre szemben, mert ugye neki azért azt kell bizonyítania, hogy nem egy Thomas Doll 2.0, hogy ugye a Igen. nemzetközi porondon ugye nem tud helytállni, mert ugye most az, hogy megnyeri a hazai bajnokságot, azokban az okokban, amiket te pont az felsoroltál, ugye abból azért elég simán azért láthattuk, hogy mondhatjuk azt, hogy a pénzügyileg most már igazából a Puskás és a Fehérvár sem tudja velük tartani a lépést. Ez annak is köszönhető, hogy a BL-ből is ilyen rengeteg pénzt szereztek, mert most az Európa Ligából. De Igen. ugye Stögernek ugye azt is kimondták neki, hogy jó lenne az Európa Ligába elérni a harmadik helyet, hogy a végre a tavaszi folytatás meglegyen. Ugye ezt a klub vezetősége Így van. nyilatkozta, hogy ez most már cél, hogy akkor oké, megvan az a csoportkör, most már zsinórban talán harmadik éve, és akkor most már szeretnénk elérni azt, hogy Így van. tavasszal is szerepelhessünk, és ugye ehhez ebben a csoportban is akár egy harmadik hely, ami megjelztek, hogy bravúrnak minősülne, de azért lehet, hogy elvárható a csapattól, mert a három együttesből csak egyet kéne megelőzni, és azért azt is láttuk, és beszéltek is veled múlt héten, nem 2 hete, hogy azért a Celtic nincsen bomba formában. Tehát Igen, azért pontosan. a skót bajnokságban nem ver már mindenkit, fogalmazunk úgy. Tehát így azért szerintem ez egy kicsit ilyen arcúcsapásként ért minket, hogy tavaly lehet, hogy egy jobb Celticet ejtett ki a Rebrov gárda egy idegenbeli győzelemmel, akkor is, hogy az elkapu volt. Még most elmondhatjuk azért, hogy a Celtic ellen idegenbeli meccsen a Ferencváros talán az elmúlt 3 találkozón a legesélytelenebb volt a pontszerzésre.
Hát ezt nem tudom, mert mondom, nem láttam sajnos, viszont utólag visszanézve, visszaolvasva az összefoglalókat, igen, nekem is hasonló kép jött le, és ezért is éltem meg csalódásként, hogy ha minden igaz, akkor a Joe Hartnak, Celtic kapusának nagyon sok védenivalója nem volt. Tehát gyakorlatilag nagyon nagy gólhelyzetet, ha minden igaz, akkor nem is nagyon tudtunk kialakítani. És ez egy kicsit elszomorító, hogy papíron most jelenleg a csoport harmadik helyezettjétől, tehát akár nézzük, a Betis-től is kikapott a Celtic, illetve a Leverkusen-től is hazai pályán 0-4-re. Én is úgy vártam, hogy itt most esetleg egy, amit mondtam az elején a podcastnek, egy pontszerzés összejöhet. Ehhez képest igazából örülhetünk talán az, hogy 2-0 lett a vége, és nem nagyobb arányú vereség. De minden igaz, az első gól után a japán csatár gólja után, most nem tudom hirtelen nevét, még egy büntetőt is kihagytak rögtön pár percre, tehát a Dibusz nagyot védett, ugye ez még akár csúnyább is lehetett volna, úgyhogy hát nem tudom, hát kicsit ilyen, én is ilyen, hogy mondjam, el vagyok keseredve abból a szempontból, hogy itt most azért én nem azt mondom, hogy csodát vártam, de abszolút a klubvezetésnek a célkitűzését pedig tökre reálisnak és jogosnak tartom, mert én is valami ilyesmi csodában vártam, hogy azért akárhogy nézzük, természetesen La Liga, nem mondom azt, hogy le kell becsülni, de én azért bíztam benne, hogy ha Leverkusen nem is, de azért a Betisszel és a Celtickel partiban leszünk. Hát egyelőre nem jött ki, de hát még van azért három meccs vissza, abból kettőt hazai pályán játszunk, ugyebár a Leverkusen, illetve most a Celtic ellen, hát ha lesz valami feltámadás. Oké, na akkor térjünk is rá itt a következő találkozónkra, ugye megint visszatérünk a csütörtöki időpontra, és ugye a Celtic következik, kijelentetjük, hogyha a csapat ugye kikap, akkor ugye te is mondtad, ugye teljesen bukó a Szerintem konferencia, a igen. tavaszi szereplés, ugye ha jól tudom, akkor ráadásul az egymás elleni eredményeket nézik, tehát igazából majd, hogy nem matematikailag is, hogyha a másik meccsen úgy alakulnak az eredmények, tehát Igen. igazából pontot kell szerezni, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy csak a győzelemmel maradna reális esély arra, hogy a Fradi tavasszal folytathatja. Az odds-ok alapján azt hiszem egyáltalán nem meglepő, hogy a Celtic az esélyes, 2,2 körül vannak ők, míg a Fradi 3,1 környékén áll így hétvége során. Mit néztél ki, hogy hol találhatsz egy kis value értéket esetleg az odds-ok terén? Hát nagyon nehéz, megmondom őszintén, mert hát ugye van egy szubjektív énem, illetve van egy objektív énem, és most az objektív nyert, ezért is nem nagyon találtam olyan hú de nagy értéket. Megmondom őszintén, én annak ellenére, hogy a Celtic a favorit, és hármas odds körül van a Fradi győzelme, kettes odds felett van valamivel a Celtic győzelme. Én, ha nem is játszanám be a vendéget, én úgy érzem egyébként, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, és természetesen örülnék, hogyha a Fradíton tartaná 3 pontot, de úgy érzem, hogy döntetlennél jobb eredmény nem hiszem, hogy ki tudunk húzni. Úgyhogy én úgy, és sőt, inkább azt mondom, hogy lehet, hogy egy skótgyőzelem inkább benne van ebbe a pakliban. Az első meccs alapján, amit így láttam, tehát tényleg az totális Celtic fölény volt, oké, hogy otthon voltak, de én szerintem ez a grupamában sem lesz másképpen, tehát a skótoknak ott szerintem ott van bennük, hogy ellenünk oda-vissza 6 pont kell nekik, ezért én nekem úgy vagyok vele, szerintem, hogy közelebb állnak ők a sikerhez. A legerősebb tippem egyébként a DNB piacon a Celtic győzelme 1-61. Én ezt érzem magamban. Ha X-et kihozunk, én azt mondom, hogy hát nem jó már ezek után, az eredmények után, de nem hiszem, hogy két vára tudjuk őket most fektetni jelen formánkban, úgyhogy közben tényleg a bajnokságban sem tudtak nyerni már elmúlt 2 meccs óta. Hát nem tudom. Tehát, hogy nekem ez a DNB piacon, ez az 1.61, ez ami így szemet szúrt, nem tudom, te neked mi volt az, ami Tetszik, megakadt. tetszik. Igazából van bennem ez a hosszú távú érzet, hogy Eddie Stöger-nek a munkásságai nem nyűgöz le alapvetően, tehát így hoztak Igen. kötelezőket, tök jó volt, mert minden.
Szerintem ez a támadóbb felfogás ez a nemzetközi kupában nem mutat jól egy magyar csapatnak, mert egyszerűen nem ezt kell hozni, és hanem egy stabil védekezésből a kontrákat. Amikor egy meccsen ezt meg is tudják csinálni, az igazából nincs is probléma, akkor vannak partiban igazából az ellenféllel szemben. Hogyha viszont támadni kell hátrányba, akkor meg már látszik, hogy elég nagy problémák vannak. Igen. Alapesően meg a Celticnek egy ilyen esetben, hogyha neki kéne hátrányból támadni, akkor szerintem azért ott elég nagy esélye lenne annak, hogy most a Fradi védelme van annyira sebezhető, hogy fel lehessen törni. Ezt láthattuk igazából a Betis-től, a Leverkusen-től és a Young Boys-tól is. Egyedül pont ez a Slavia Praha elleni meccs a kivétel, ahol utána ugye beszéltük, hogy nem értettük, hogy hogyan nem esetett le ugye a 2,5 over, mivel a Praha ugye helyzetek armadáját dolgozta ki körülbelül, tehát Igen. az éppen egy ilyen kivételnek minősül, és épp ezért lehet itt a Fradi most az Európa Liga csoportkörében, annak is köszönhetően, tehát én a DNB-vel egyetértek, én is átnéztem a kínálatot, és én még talán egy olyan dolog volt, ami még szimpatikus volt nekem, és egy kicsit alacsonyabb szorzóra számítottam. Ez pedig a 2,5 gól over, amit amúgy egyenlő ócokon húztak meg. 1,90-nél áll mindkettő, és én azt mondom, hogy mivel a Fradinak nincs vesztenivalója, valljuk be, mert amit beszéltem is, hogyha ha vesztenek, tök mindig igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra, akkor is elvesztették az utolsó esélyüket is, így nekik igazából menni kell előre, tehát ház lesz, a szurkolók nyomni fogják őket, és azt láthattuk Stögernél, hogy ezeken a hazai meccseken azért elég gyakran leesik az over, éppen hogy azon a Slavia Praha elleni meccs volt szerintem csak az egyetlen hazai most belgondolva, ahol nem jött le. Ugye a Young Boys ellen is jött, a Betis ellen is jött, és előtte is jött igazából a kisebb csapatok ellen. Tehát én, hogyha így a két ott egy szinten van, akkor én inkább mennék el az over felé, mert szerintem annak nagyobb esélye van. Mit gondolsz erről? Teljesen egyetértek vele, igazából a Celtic Parkban, nem is tudom, hogy az odavágón most múlt héten mennyi volt az over odds, ott is 1,80 körül, ha jól emlékszem talán, és ott is igazából a Celtic kihagyott büntetőjének köszönhetően nem jött le. Én is ezt mondom, amit te, hogy most nekünk már minden mindegy alapon menni kell előre, és akár hazai pályán tényleg össze is jöhet egy gól, ahogy összejött a Betis ellen, ahogy összejött a Young Boys ellen, ahogy összejött a Slavia Praha ellen. Ugyebár, tehát abszolút benne van, hogy találunk egyet, viszont ez a Fradinak a védelme meg, hogy mondjam, néha olyan amatőr dolgokat tud összehozni, mint például a most az odavágó, a Celtic Parkban a második gól, hát nem tudom, aki látta a meccset, vagy én az összefoglalót, kb. Fogtam a fejemet, hogy ezen a szinten ezt nem lehet csinálni, hogy hátul egy labdavesztés után gyakorlatilag gólt lövetünk az ellenfélre, ráadásul öngól lett, mert hát ugye Vécsei úgy ért bele, de hát még azt se tudtuk kihasználni, hogy a Turnbull a Celtic csatára egy akkora luftot rúgott, mint a húzat, még így is be tudta paskolni a labdát, tehát rendkívül dühítő volt, amit itt összehoztunk így, és én abszolút benne látom még ezt a hiba lehetőséget is. Nehezen tudom elképzelni, hogy a Celtic ne rúgjon gólt a grupamában, úgyhogy én is azt mondom, hogy ebben a meccsben inkább benne van az, hogy over, mint az, hogy under, főleg, hogy a kettő egy otthon van behúzva ugyanannyira, én is abszolút e felé mennék így ezen az értékhatáron. Oké, záró kérdés, hogy azért így úgy érzem, hogy ez most nem a legerősebb tippünk ilyen csoportkörből. Hát nem, abszolút nem. Nagyon nehéz erre most reagálni, tényleg, hogy milyen mentális állapotban vannak a srácok, azok után, hogy tényleg papíron leginkább verhető ellenfél ellen is ilyen, hát könnyedén alul maradtak, még ha idegenben is. Bajnokságban sem megy, most nem tudom, a hétvégén a Fradi egyébként, most pénteken vesszük fel ezt a podcastet, Gyirmótra látogat, hát ami a sereghajtó, ugye, nem is a sereghajtó, bocsánat, de kiesés ellen küzd az NB1-ben, hát nem tudom, hogy Irmót mennyire lesz olyan ellenfél, aki ellen tartalékolni fog Stöger, hát tök mindegy igazából szerintem, abszolút nem tudom, mit várjak a Fraditól, lehet, hogy kifognak egy jó napot, és ránk cáfolnak, én minden esetre, hogy mondjam, egyelőre ezt a eredménytelenséget várom a továbbiakban is, nagyon meglepne, hogyha itt hirtelen feltámadnánk és újra partiba kerülnénk itt
a harmadik Na, helyért. annyi pozitív a végére, hogy mikor legutóbb ezt beszéltük, akkor az azt hiszem pont egy Anglia-Magyarország meccs előtt volt, és akkor végül a srácok szépen ránk cáfoltak. Egy-egyet. Reméljük most, hogy ez történik, és akkor a következő podcast is még Így úgy van. vehetjük fel, hogy még van reális esélyünk legalább a Konferencia Ligára. Robi, köszönöm szépen az Igen. időmet. Remélem, hogy nektek pedig tudtunk segíteni hasznos meglátásokkal, tippekkel, és hogy akár ti még egy jobb fogadási opciót is találtok erre a meccsre. Sziasztok most! Sziasztok!